Nyopáros Alpár a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos, Tesseli Zoltán országgyűlési képviselő miniszterelnöki biztos Háromfehér megyei településen tájékozódott a modern falu program pályázatain sikeresen szereplő települések polgármestereinél. Nyopáros Alpár elmondta, a magyar falu program több elemből áll össze. A kormány által elfogadott program az 5000 fő alatti települések népesség megtartó és növelő erejének erősítését tűzte ki célul. Közszolgáltatások fejlesztésére 58 milliárd forint keretösszegű támogatást terveztek, óvoda és bölcsöde fejlesztési, út és járda felújítási, közösségi tér, könyvtár, kultúrház, sportpark létrehozási és temető, ravatalozó felújítási programokat kiírni. A lakhatás támogatására 30 milliárd forintot szántak. A tájegységi örökség megőrzésére az adott tájegységhez illő házra külön támogatás jár, valamint a tartósan betöltetlen közszolgáltatások esetén is biztosítanak az orvosok, védőnök lakhatását. A Magyar Falu programot mindenképpen sikertörténetként értékelhetjük, egy ilyen bejárás is bizonyítja. Melyek voltak az alapvetései, amikor meghirdették? Sikerült-e azt a célt elérni, amit meghatároztak annak idején? Abszolút igen, és azért örülök az ilyen úgynevezett bejárásoknak, tehát a személyes találkozásoknak kistelepülésen élőkkel, kistelepülések polgármestereivel, mert mi bár természetesen látjuk azokat a számokat, amelyek igazolják a program eredményességét országos szinten, de ezeket helyben is, a kistelepüléseken, a falvakban, a helyi példákon keresztül is vissza tudják igazolni, és ez rendkívül fontos mindannyiunk számára. Az alapvető cél az volt a Magyar Falu programmal, hogy abból a problémából indultunk ki, pontosan arra a problémára keresünk megoldást és választ, hogy a magyarországi kistelepülések, a magyarországi falvak népesség száma az lényegesen nagyobb tempóban csökken, mint a városok, megyei-jugú városok, nagyvárosok, vagy éppességgel nagyvárosi, akár éppen fővárosi agglomerációnak a népesség száma. És egy olyan programot szeretünk volna felépíteni, amely választ ad azokra a kérdésekre, amely okozza a népesség csökkenést, adott esetben a népesség elvándorlást a falvakból. És mivel ezek az okok, ezek sokrétűek, ez a probléma, ez sokrétű és komplex, ezért nekünk komplex választ kell kínálnunk. Hiszen van, aki azért hagyja el a szülőfaluját, mert nincs helyben munkalehetőség. Van, aki azért, mert rossz az összekötő út a falu és a környező nagyváros között. Van, aki azért, mert nincs helyben intézmény, vagy az éppen olyan állapotban van egy óvoda, egy iskola, vagy egy orvosi rendelő, hogy nem 21, finoman fogalmazva sem 21. századi körményeket biztosít. Tehát nekünk komplex választ kell adni, és éppen ezért több szálon indul el a Magyar Falu program, vagy mondjuk, hogy több alprogrammal, indul egy lakhatási programmal, amit falusicsoknak hívunk, ami egy rendkívül sikeres alprogram, indul egy mellékúthálózat fejlesztési programmal, falusi útalapnak hívjuk, amelynek keretében csak a tavaly és az idejében összesen megközelítőleg 800 kilométernyi mellékúthálózati szakaszt tudunk megújítani, például egyébként itt Egyek és Alcsút között is, de szert az országban több száz helyszínen egyébként, és emellett pedig indult egy pályázati program, amelyben nagyon-nagyon sokféle témára vonatkozóan kistelepülési önkormányzatok vagy részben egyházközségek számára pályázatokat írtunk ki, például önkormányzati útfelújítások, járdafelújítások, temető fejlesztése, játszóterek építése, óvodák, orvosi rendelők fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése, vagy éppenséggel falugondoki buszok beszerzése. Nagyon-nagyon sokféle ilyen témánk volt. És nagyon sikeres volt ez az utolsó lába is a programnak, hiszen tavaly 11 000 pályázatot fogadtunk be kis települések részéről, és ennek a fele, több mint a fele nyertes pályázó volt. Ennek köszönhetően épülhetett nagyon-nagyon sok minden, például itt Egyeken is. Hát 2019-es program megvalósult beruházásai megerősítést jelentenek egyik oldalról a program kidolgozóinak, másik oldalról a kormányzatnak, hogy jó úton indultak el. Mit hozhat a jövő, illetve a jelen, hiszen azt tudjuk, hogy 2020-ra, májusra már kiírták azokat a pályázatokat, amelyek tovább visznek. Igen, olyannyira megerősítést jelentenek, hogy a 2020-as évek pályázati tematikája az majdhogy nem megegyezik a 2019-essel, hiszen olyan érdeklődés volt ezek iránt a témák iránt, hogy azt gondoltuk, hogy zömében megismételjük ezeket ezt a tematikát. Ráadásul a program kidolgozóin azt szoktam mondani, hogy a végrehajtói mi vagyunk, ugyan, de a program kidolgozói alapvetően a kistelepülések, hiszen a program indulását megelőzően mi egy nagyon komoly országjárásra indultunk, és szerte az ország különböző pontjain több mint 80 helyszínen több mint 4000 szereplővel
képviselővel találkoztunk, jellemzően nyilván kis települések polgármestereivel, de voltak itt önkormányzati képviselők, kis települések jegyzői, hivatali munkatársai, civil szervezetek vezetői, egyházfiak, vagy éppenséggel csak a falu lakóit hívta meg az érintett település polgármestere egy fórumra, és ott ők maguk, a kis településeken élők mondták el, hogy mi az, amire szükségük lenne, és ezt milyen rendben, milyen eljárásrendben szeretnék ehhez a forrásokat a kormány biztosítsa. Gyakorlatilag kis települések javaslatai alapján állt össze a Magyar Falu program, és ezt folytatjuk az idei évben is. A látogatás célja mindhárom helyszínen a Magyar Falu program és annak a tavalyi esztendőre vonatkozó pályázatai, valamint az idei célok egyeztetése volt. Vál, Alcsutdoboz és Etyek önkormányzata a pályázatokon a közszolgáltatások fejlesztésére pályáztak, így az óvoda, út és járda felújítási munkálatokat, illetve közösségi terek felújítását végezhették el. Tesseli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, az első pillanattól kezdve segítette a települések pályázatait, így nem véletlen, hogy 30 önkormányzat járt sikerrel. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a cél a falvak népesség megtartó erejének javítása, hogy ismét vonzóvá váljanak a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében. Fejér megyei 3-as számú választókörzetben tett látogatáson kiderült, hogy nagyon fontos számunkra a Magyar Falu program, hiszen segít a népesség megtartásban egyik oldalról, másik oldalról pedig azok a közszolgálati fejlesztések, amelyekről itt megtörténtek a beszámolók, nagyon sokat segíthetnek az itt élőknek is. Én azt gondolom, hogy ez egy sikersztori. Mi a talpontja? Hát az, hogy amikor a program kialakításra került 2018-ban, már akkor is megkérdezték azokat, akik ismerik a helyi viszonyokat. Megkérdezték a helyi polgármestereket, helyi képviselőket, lakossági fórumok is voltak. Mi országgyűlési képviselők is részt vettünk ennek a programnak a kialakításában. Tehát már eleve olyan ablakokban lehet pályázni, ami valóban fontos a vidéken élőknek. És valóban azt segíti, hogy itt jobb legyen élni vidéken. A mi választókerületünkben a 35 településből 30 alkalmas arra a paraméterei alapján, főleg itt a lakosság szám az, ami kizárhatja, tehát a városok ezek kikerültek ebből a programból. Aki tud pályázni, az 30 település, és a 30 településből most már majdnem mindegyik túl van egy-egy sikeres pályázaton. A legkisebb pályázat az 1 millió forint értékű volt, a legnagyobb az 35 millió forint érték volt, és összességében 765 millió forint 63 különböző pályázatra, és valóban úgy, ahogy ön a kérdésében feltette, ennek mindegyike olyan fejlesztés, ami életszerű és jobbá teszi itt vidéken az életet. Mennyire jelent ez megerősítést a települések vezetőinek, illetve önnek, országgyűlési képviselőként és miniszterelnöki megbízottként, hogy egyre több település él ezzel a lehetőséggel, és falsós pályázatokat nyújtanak be, amelyeket aztán megvalósítanak? Szerintem egy helyi vezetőnek, hogyha valami új eredményt tud felmutatni, az mindenképpen fontos, hiszen látják az emberek, hogy a közösségért tevékenykedik, és annak van eredménye is. Így van ez, most itt éppen Etyeken állunk, így van ez Etyeken is, ahol a polgármester úr friss polgármester, hiszen elmúlt év őszén választották meg, de most már több sikeres pályázata van, és ezeket ma bemutatta. Itt vannak olyan gépek, amelyekkel a közterületeket lehet szebbé tenni. Volt polgármesterként, tudom, hogy ennek erre nagyon odafigyelnek a helyben élők, hogy szeretnének büszkék lenni arra a településre, ahol élnek, és valóban a közterületek állapota az meghatározza ezt. Van itt egy sikeres úthálózatfejlesztés, itt sok-sok évtizednek a lemaradását kell vidéken pótolni, hiszen a belterületi önkormányzati utak közül van olyan, mint például ez a Körpince előtti Etyeki is volt, amelyhez több évtized óta nem lehetett hozzányúlni, mert nem volt hozzá forrás. Tehát ezeknek mindegyike büszkeségre ad okot, és szerintem nem csak a vezetőknek, hanem az adott közösségeknek is, hiszen büszkék lehetnek egy-egy új útra, szép közterületekre, vagy éppen a óvoda tető cseréjére, amit Alcsutdobozon láttunk, vagy egy új orvosi szolgálati lakásra, amit Válban. Tehát ezeknek mindegyike életszerű,
a lakossághoz közeli fejlesztés, ami nagy örömmel fogadnak. A mai bejáráson elsősorban a 2019-es pályázat eredményeit láthattuk, ugyanakkor itt van az idei esztendő, amire már most kiírták a pályázatokat. Mi várható ebben az esztendőben, illetve a jövőben? Itt a legfontosabbnak azt tartom, hogy a folytonosságra mutat rá az idei esztendőknek a pályázata, hiszen a tavalyi évi pályázatoknak mindegyike újraindult idén is, és azt tudjuk mondani, hogy ez így lesz a jövőben is. Ezt kormánybiztos úr is, Gyopáros Orbán képviselőtársam is megerősítette, és ez fontos, mert tudnak tervezni a települések. Hogyha esetleg idén beadott egy pályázatot, ami nem volt eredményes, mert egy másik települést nyert el, számíthat arra, hogy jövőre ismételten be tudja adni. Különben van ilyen példa a mi választókerületünkben is bőven, hogy egy tavalyi pályázat, ami akkor nem vezetett eredményre, az most újra beadásra került, hiszen a település megvan róla győződve, hogy az jó, és várja a támogatást. Egyek a Bicskei járás egyik legdinamikusabban fejlődő települése, hazánkban elsősorban jelentős szőlőtermesztése okán ismert, amely szorosan kötődik a törlei pesgőgyár termeltetési tradícióihoz. Az Egyek budai borvidék Magyarország legfiatalabb borvidéke. A Bicskétől Pákozdig húzódó szőlőültetvény 1990-ben emelkedett borvidéki rangra, 1997-től Egyek budai borvidék néven szerepel. A település hagyományosan a szorgos munka és a nívós vendéglátás miatt is elismert. A pályázatokon nagy sikerként könyvelhették el, hogy csaknem 50 millió forinttal gazdagodhattak. Ebből utakat és járdákat újíthatnak fel, új köntöst kap az óvoda udvara és az önkormányzati temető is. Jelentős összeget nyertek egy falubusz megvásárlására, illetve olyan közterületi munkagéppel is gazdagodtak, amelyekkel az egyébként is vonzó képet még inkább szerethetővé teszik a helybeliek és az Egyekre látogatók előtt. A fenntartható fejlődés záloga mindenképpen, hogy egy település megtartsa azt az erőt, ami az itt élőknek biztosítékot ad, biztonságot ad, a folyamatos fejlődés. Úgy tűnik, hogy ez a bejárás is bebizonyítja, hogy jó úton jár Egyek, jó úton jár a képviselőtestület, és ön személyesen is polgármesterként nagyon sokat tett azért, hogy egy ilyen pályázat útján látványos, illetve látható eredmények is szülessenek. Melyek az elsődleges céljai egy ilyen pályázatnak? Amikor megjön az eredmény, akkor nyilvánvaló, hogy ez sikersztori. Milyen gondolatokkal fogadta ezt a látogatást, illetve azt az értesítést, mi szerint a pályázatokon Egyek nagyon-nagyon sok pályázaton nyerni tudott? Nagyon nagy örömmel fogadtuk, ugyanis több célunk van vele. Ugye az elkészült utak, járdaszakaszok segítik az egyeki polgárok mindennapjait, és azok az eszközök, amelyeket megnyertünk a pályázat során, pedig segítik azt a munkát, amelyet az önkormányzat végez, és a kiváló korszerű eszközökkel, a most már kiváló csapatunkkal nagyon magas szinten tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyek a közterület fenntartással kapcsolatosak. Ugye a téli hószolgálat, a fűnyírás és egyéb közterület fenntartása kapcsolatos feladatok. Azt gondolom, hogy ez szemmel látható Egyeken. Korábbi időszakban nagyon elhanyagolták a településünket, nekünk pedig az a célunk ezzel a sok pályázaton nyert dologgal, hogy Egyeket egy igazi ékszerdobozzá varázsoljuk. Minden adott hozzá tehetjük, mi látogatók is elámulunk, hogy milyen ez a település, ugyanakkor a közszolgálat fejlesztése az mindennapos kell, hogy legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ön már bizonyított, illetve önök bizonyítottak, hogy ez nem egy akció pusztán, hanem egy folyamat. Igen, ez nagyon fontos, ugyanis vannak további terveink, mégpedig nagy terveink. Szeretnénk a Nyugat-Európában már korábban megtapasztalt, megnézett vidéki életmodellt Egyeken is megvalósítani. Ahhoz ezek a folyamatok mindenképpen szükségesek. A vidéki életmodellnek az alapkövei, ugye a bölcsöde, óvoda, iskola,
esetleg középiskola, sport, kultúra és a munkahelyek. Ha ezt a modellt fel tudnánk itt Tetyeken építeni, akkor gyakorlatilag Budapest közelsége, ugye a forgalmi nehézségek mellett már nem tudnak ugye a dolgozók Budapestre ingázni. Gyakorlatilag itt Tetyeken mindenkinek minden életkorban megvannak, meglennének az életfeltételei, és egy boldog, szép vidéki életet tudnánk minden egyeki polgárnak biztosítani. Ugye, ha körülnézünk itt, akkor láthatjuk, hogy ehhez minden adott, hiszen most már Budapest szűkenvet agglomerációs övezetéhez sorolható kis túlzással Etyek, annál is inkább, mert az Etyek budai borvidék égköve itt van. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat fejlődött. Miként lehet még ehhez hozzátenni? Tehát vannak-e olyan terveik, olyan fejlesztési terveik, amelyek ezt megerősítik? Mondanék önnek néhány szót a munkahelyekről. Ugye ez az alapja az életnek. Etyeken úgy lehetne sok munkahelyet kifejezetten az etyeki polgárok számára létrehozni, és jól fizető munkahelyet, ugye amely versenyképes a nyugat-európai egyszerűbb feladatokkal, és haza tudnánk hozni az értékes polgárainkat. Az egyik a filmgyártásban található, ugye Etyeknek van egy filmgyára, a másik a turizmusban található, jelenleg 100 000 turista látogat évente Etyekre, ezt szeretnénk 300 000 főre felemelni. Ehhez nagyrészt arra lenne szükség, hogy a mostani borászathoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések befejeződjenek, illetve tervezünk a későbbiekben egy termál fürdő hotel komplexumot építeni. Ezen beruházások után azt gondolom, hogy Etyeken annyi és olyan jó fizető munkahely állna az etyeki polgárok rendelkezésére, hogy Etyekről ki se kellene tenniük a lábukat ahhoz, hogy szép családjukat fent tudják ebből tartani. Alcsú doboz a Fejér megyeiek számára egyet jelent az arborétummal, de a tiszta takaros község Tóth Erika polgármester vezetésével, aki immár a második ciklusban vezeti a települést, olyan fejlesztéseket tudhat magáénak, amellyel kivívta az itt élők bizalmát és szeretetét. Tóth Erika munkatársaival sokat tesz azért, hogy az egyre épülő, szépülő környezet továbbra is biztosított legyen, ezért számba véve a lehetőségeket, pályázatokon keresi az utat a fejlesztésekre. A Magyar Falu programban két pályázatukkal nyertek, így felújíthatják az óvoda épületét, és emellett közterületi eszközökkel is gazdagodhattak. Azt tudtuk eddig is, hogy Fejér megy egyik ékszerdoboza, alcsú doboz. Az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a település vezetői miként gondolkodnak arról, hogy hogyan lehet a fenntartató fejlődés jegyében megőrizni ezt az állapotot, illetve folyamatosan fejleszteni. Erre a Magyar Falu program mindenképpen alkalmas. Honnét jött a gondolat, hogy pályázzanak? Egyrészt mi nagyon szeretnénk megőrizni a településnek ezt a fajta értékét, amit a múltból hozott. Ugye a Habsburg időkből több épület maradt ránk, amit jelenleg is hasznosítunk. Ilyen például az iskolánk, vagy ez az óvoda, aztán a katolikus fiúiskola, ami volt. Tehát vannak még nyomon követhető jegyei a Habsburg időknek, de például a golfpálya is szintén egy ilyen, ahol a klubház, nem is a golfpálya, a klubház az, ami a régi időket idézi. És úgy érezzük, hogy ez ránk is egy kötelezettséget ró, hogy akármit itt alcsúdobozon nem lehet fejleszteni, és igyekszünk ennek szellemében lépni, gondolkodni. Hát a Magyar Falu az viszont egy olyan program, ami tulajdonképpen valóban azokat az igényeket fogalmazza meg, ami ténylegesen fölmerül egy településen, amire szükség van. Hát én már nagyon régóta a közéleti szereplő vagyok, nagyon sokféle pályázatot láttam, olvastam, hallottam, és bizony voltak olyan időszakok, visszaemlékszem, olyan jó 15 éve, amikor azon gondolkodtunk, hogy hogy is lehetne azt a pályázati kiírást valahogy lefordítani, ráfordítani arra az igényre, ami fölmerül egy településen. Tehát sokszor nem voltak ezek igazából jól megfogalmazva, és most a jelen pályázati ciklusokban az uniósra is gondolok, ott is tényleg
le van fordítva arra a nyelvre ez a pályázat, vagy egy-egy pályázati kiírás, amire valóban szükségünk van. És a Magyar Falu pedig különösen ilyen szerintem, hogy ahol, ami a kis településeken az embereknek a szükséglete, azokban igyekszik segíteni, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, akár ugye az egészségügybe, akár a közösségi életbe, akár a település üzemeltetési feladatoknak a megoldásába. Nagyon jó lehetőségek ezek, és mi igyekszünk is, szinte mindenre pályázunk, hát persze nem nyerünk mindegyik pályázatunkon, de örülünk annak, ami sikerül. Az alapvetés a közintézmények fejlesztése mellett nyilván az utak állapotának javítása folyamatosan, tehát azért látjuk, hogy egy településnél az kivételesen fontos, hogy ez így történjék. Így van, hiszen hát ezen itt élünk nap, mint nap, ezeken az utakon járunk, meghatározza a közérzetünket nagy mértékben. Mi hangsúlyt fektetünk arra, hogy a településünket körül ölelő szőlőhegyek, 7 ilyen van, illetve 8 szőlőhegyünk van, hogy ezeken a közlekedési feltételeken javítsunk, így a Cserhegyen, a Kishegyen és a Részhegyen jelen pillanatban folyik egy zárt kertes útfejlesztésünk. Ezek általában, mivel ugye mezőgazdasági jellegű utak is, illetve hát kapcsolódnak a műveléshez, ezek nem aszfaltos utak, hanem murvázott kivitelű utak, de ezek sokkal jobb állapotba kerülnek ezáltal, hogy fel tudjuk újítani. A vidékfejlesztési programban viszont az arborétum hátsó részét megkerülő, úgy gondolom, a stratégiai út ez tulajdonképpen, annak a felújítása történt meg szintén murvázott kivitelben, illetve egy másik szőlőhegyünk, a Diós és a Csere nevű szőlőhegyeknek a fejlesztése történt meg. Emellett törekszünk arra is, hogy a járdákat is szinten tartsuk, hiszen azon közlekednek a gyerekeink iskolába, óvodába, a helyi lakosok, és általában ezeknek örülnek is az emberek, úgyhogy most már több éve van ilyen programunk, hogy a BM fejlesztési programban pályázatokon sorra erre pályázunk, van, amikor nyerünk, van, amikor nem, de most már 3 ízben sikerült javítani a járdáinkat. A siker arra sarkalja önöket, hogy folytassák a pályázatokat? Hát köszönöm ezt a kérdést, mert igen, mindenképpen, nagyon-nagyon lelkesen, és hát én magam szinte csak fejlesztéssel foglalkozom. Furcsa, amikor megkeresnek a faluból, vagy akárhonnan különböző emberek, hogy hogyan kell bejelentkezni, milyen lakcím dolgokat lehet intézni az önkormányzatnál, vagy hogy megy a házasságkötés, vagy az anyakönyvezés. Hát én ezekhez nem tudok hozzászólni, mert abszolút nem érek rá ilyenekkel foglalkozni. Kimondottan a pályázatokkal és a fejlesztésekkel töltöm az időmet, és ez nem csak 8 órában, hanem hosszabb is, de nagyon örömmel és szívesen csinálom, mert így ennek van látszatja, van eredménye. Most például egy kis piacot tudunk építeni, szintén egy vidékfejlesztési forrásból, tehát mindig valamit, amivel jobb lesz itt a csodobozón élni, ami az embereknek a hétköznapjaiban jobb érzésük lesz, ha a faluban jönnek, mennek, itt laknak. Vál önkormányzatának az élén a harmadik időszakát töltő Bechtold Tamás polgármester is elkötelezett a fejlesztések mellett, ezért minden olyan eszközt megragad, amely a falu fejlődését szolgálhatja. A Magyar Falu Program pedig kiváló lehetőség arra, hogy tovább folytatódjanak az útfelújítások és felújíthassák a szolgálati lakást is. Az erre a feladatra elnyert 60 millió forint sokat segíthet jövőbeni elképzeléseik megvalósításában. Természetesen nem mondtak le az Ürményi kastély és a római katolikus templom felújításáról sem. A fejlődés, a közösség megtartó erő, ezek nem pusztán csak szavak egy településen, hanem nagyon fontos szavak, sokkal többet jelentenek, mint bárhol máshogy, hiszen azt mondjuk, hogy a záloga annak, hogy ugyanolyan legyen például Vál, mint amilyennek megálmodták eleink, és ráadásul fejlődjék is. Egy ilyen pályázat, illetve általában a pályázatok mit jelentenek a település lakóinak? A pályázatok tulajdonképpen az egyetlen fejlődési lehetőséget jelentik. Pusztán azért, mert saját költségvetésünk fedezi a kötelező tevékenységeket, de időnként mondjuk fedezik az önrészt egyes pályázatokhoz, de önmagában ez nagyon kevés lenne ahhoz, hogy a falut növekedési vagy fejlődési pályára tudjuk állítani. Mire ügyelnek egy pályázat írásakor? Melyek azok? Figyelembe veszik-e a lakosság véleményét, gondolatait, vágyait?
Természetesen igen, tehát minden évben van közmeghallgatásunk. Ezen azért nagyon sok vélemény, nagyon sok kérés elhangzik. Hogyha ezek a kérések észszerűek, illetve teljesíthetőek, akkor elindulunk azon az úton, hogy ezeket valahogy megpróbáljuk megvalósítani. De többször be kell valljam, inkább a pályázatok jönnek előbb, mint az igények. Tehát van egy jó pályázat, egy jó lehetőség, és akkor mi ezt megragadjuk. Édestől két esztendeje, hogy a Magyar Falu program elindult. Ez egy sikertörténet abban az értelemben mindenképpen, hogy országszerte nagyon sok település pályázott nyert, és elindult a fejlődés útján. Önök mikor döntöttek úgy, hogy mindenképpen igénybe veszik a pályázati lehetőségeket? Hát igazából mi már nem csak most. 2010 óta ugyanaz a testület dolgozik a faluért, kisebb változással. Mi már akkor láttuk, hogy ez másképp nem fog működni, csak és kizárólag pályázatok útján tudunk fejleszteni. A Magyar Falu program pedig egy remek lehetőség az 5000 fő alatti települések fejlesztésére, illetve mint benne van a falvak fejlesztésére. Milyen alapvetései vannak a pályázatnak? Például a mostani kiírásban miért úgy pályáztak, ahogy? Igazából az, hogy mi lesz a Magyar Falu pályázat, milyen pályázati részei lesznek a Magyar Falu pályázatnak, azt nagyjából tudtuk előre. Mi a testülettel megbeszéltük, hogy ebből mik azok, amik minket kifejezetten érdekelnek, érintenek. Nyilván azokra koncentráltunk elsősorban, így az útépítésre, illetve a szolgálati lakásépítésre. Hogyan tovább? Vannak-e olyan terveik, amelyek megvalósításra várnak? Hát már beadtuk az óvodafejlesztés és az óvoda udvar fejlesztését szolgáló pályázatot is tavaly szintén a Magyar Falu programban, ami először tulajdonképpen parkolópályára került, mert hogy túl sok igény érkezett be erre a pályázati lehetőségre, majd később elutasításra került, pontosan amiatt, hogy végül nem volt elég a forrás. Mi nagyon várjuk, hogy ez újra megnyíljon, és ezt a pályázatot újra benyújthassuk. A templom felújítása befejeződött, ez fantasztikus siker, én azt gondolom, és mi lesz a főút melletti csodálatos kúria kastély sorsa? Hát itt is örömhíreim vannak. Bevallom férfiasan, hogy amikor a vírushelyzet bekövetkezett, én szinte biztos voltam benne, hogy a decemberben a kormányrendelet ugyan megszületett arról, hogy kapunk pénzt a kastély és az azt övező közel 11 hektáros terület fejlesztésének a tervezésére, de én megijedtem, hogy a vírushelyzet ezt az egészet át fogja írni, és végül nem lesz belőle ismét semmi. De nem így történt, hál' Istennek. Kaptunk egy kis haladékot, jövő év május végére kellett tegyük a terveket az asztalra, akkor elindulhat a feltételes közbeszerzés, és én nagyon bízom benne, hogy 21 év végén vagy 2022 év elején a kivitelezés is elindulhat. A találkozón a települések vezetői elmondták, továbbra is számítanak a kormányprogram folytatására, mivel ezzel olyan lehetőséget kaptak a fenntartható fejlődés jegyében, amely lehetővé teszi a kis települések megőrzését.